Rengeteg videóban foglalkoztunk már easter egg-ekkel, de mind a mai napig a félelmetes easter egg-es videós tetszett nektek a legjobban, meg őszinte leszek, nekünk is. Úgyhogy nem teljesen értem, miért vártunk másfél évet arra, hogy csináljunk belőle egy folytatást, de most itt van. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lit. Ma pedig az Unibet támogatásával újra összeszedünk nektek egy csokor olyan hátborzongató easter egg-et, amik olyan játékokat is félelmetessé tesznek, amik alapból nem azok, vagy szimplán még parábbá tesznek egy amúgy is horrorisztikus játékot. Például jöjjön egyből a Welcome to Hanwell, egy amúgy is hátborzongató indie horror, aminek a fejlesztői úgy döntöttek, az alapeffektek nem elegek arra, hogy emlékezetesen betoljunk, ezért pár titkos elemmel még magasabbra tekerték ezt a bizonyos creepy szintet. A Still Artsnál úgy látták jónak, hogy megtréfálják azokat, akik szeretnek a játékok mélyére nézni és a lehető legtöbbet kihozni azokból. Nem egy játékoperát gyűjthető tartalmakkal, amiket, ha kimaxolunk, valami jutalmat kapunk. Ez pedig a játékosokat még jobban arra sarkalja, hogy minden létező ajtó mögé benézzenek, minden szobát felfedezzenek, és így tovább. Egyébként a Welcome to Hanwell-ban is van ilyen játékelem, ezért is olyan mocsok dolog, hogy mindezt a fejlesztők elhelyezték a termékben. A játék során eljuthatunk egy olyan épületbe, ahol a falon a fejlesztők kifigurázzák az ilyen játékosokat. Olyan szövegek olvashatók, mint például a "most komolyan azt hitted, hogy itt találsz valami gyűjthető izét", vagy hogy "szép gondolat, ebben az esetben viszont viszlát". Azt hinnénk, hogy ennyivel megússzuk, és ez csak valami jópofa interakció a fejlesztők és a játékosok között, ám az igazán hátborzongató jumpscare csak ez után érkezik. Ha elhagyjuk a házat, egy rövid töltőképernyő után egy halom, óriás szem kezd az arcunkba bámulni, ezzel a frászt hozva minden óvatlan felhasználóra. A Fate of Frame játékok Japánból érkeztek még 2001-ben, és a horror műfaj kedvelőit látták el minden földi jóval. A Maiden of Black Water alcímű Rainmaster egyébként tavaly jelent meg Nintendo Switchre, ami a klasszikus 20. évfordulóját volt hivatott megünnepelni. A szellemek köré rendeződött mondavilága a sztoriknak már alapvetően lecsaphatja sokaknál a biztosítékot, hát még a temérdek jumpscare, ami állandóan az egekben tartja a játékosok pulzusát. A fejlesztők nem akartak esélyt sem adni arra, hogy kipihenjük magunkat, így született meg a játékok történelmének talán legszemetebb easter egg-je. Ha egy rövid időre nem nyúlunk a játékhoz, vagy csak a főmenüben pihenünk, elkezdenek megjelenni a szellemek és mozgásra készítik a felhasználókat. A kellemetlen easter egg az első Fatal Frame játék után már feature-ré vált, így mind a második, mind pedig a harmadik részben felbukkant, ha valaki nem volt aktív felhasználója a játéknak. Csak azért, mert valami régi még tud kreatívan hátborzongató lenni. Rengeteg olyan klasszikus horrorjáték már réginek számít, mint mondjuk a Penumbra vagy az Amnésia, de azért még mindig a műfaj csúcsának számítanak, és mind a mai napig be tudnak szaratni, ha arról van szó. Viszont abban megegyezhetünk, hogy a Counter-Strike tipikusan nem az a játék, amitől azt várnánk, hogy végigfut a hideg a hátunkon, az 1.6 pedig még kifejezetten régi is. A Vegas pályán viszont mégis kapunk egy lehetőséget arra, hogy egy pillanatra félni kezdjünk. A fejlesztők feltehetően legnagyobb örömére. A Sphinxnél található egy kis folyosó, aminek a végén zsákutcába futunk, hiszen egy zárt ajtó fogad minket. Kész szerencse, hogy többnyire a csében kéznél van egy fegyver, ami egy pillanat alatt megoldja a problémát. Az ajtó kinyitása után két vezeték vezet át egy ablakhoz, s ha ezen elindulunk, könnyűszerrel átmászhatunk a Sphinx feje fölött. Viszont amint elérjük az ablakot, egy szellem alatt bukkan fel, rendesen megzavarva a védtelen játékosok nyugalmát. A szellem modelljá pedig azt hiszem említeni sem kell, hogy teljesen úgy néz ki, mint G-Man, a Half-Life játékok misztikus karaktere. Az Assassin's Creed játékok tipikusan azok a kalandok, amikor ha hőseink elé kerül valami furcsa rom vagy sötét épület, mi játékosok nem hogy elkerüljük, hanem szabályosan fejest ugrunk beléjük. Nem csoda elvégre, temérdek érdekes páncél, illetve fegyver bújhat meg pár puzzle színezte útvesztő végén. Az Assassin's Creed Revelationsben például Ezio megkaparinthatja Dracula kardját, ez pedig talán a teljes sorozat egyik legérdekesebb easter egg-je, vagy hát titkos eleme. A gond csak az, hogy komoly lelki erő kell ahhoz, hogy eljussunk a sírhely végére. Az egész területnek rettentő nyomasztó hatása van, hangosan csöpög a víz, a zene pedig mindenre csak rátesz egy lapáttal. Viszont minél közelebb kerülünk a célunkhoz, annál több nyögést, csuttogást és a nyugalom megzavarására alkalmas hangot hallhatunk. Az útvesztő nem túl bonyolult, így biztos ezekkel az effektekkel akarták megnehezíteni a játékosok előrehaladását a fejlesztők. Hát az a helyzet, hogy sikerült. Öröm az ürömben, hogy amint megtaláltuk Vlad Tepes sírját, egy igazán menő kardot szerezhetünk magunknak. Ja, és a szemfülesek észrevehették, hogy a kard mellett ott pihent Dracula koponyája is, aminek éles, vámpírszerű szemfogai voltak. A vámpírok kánonnak számítanak az Assassin's Creed univerzumában. Teljesen mindegy, hogy a God of Warral, Elder Ringgel vagy a Mancsőr járattal játszunk, ha elénk kerül egy sötét katakomba, bizony sejthetjük, hogy valami fel fogja állítani a szőrt a hátunkon. A Watch Dogs Legion sötét, nedves, átláthatatlan katakomba rendszere is tartogat hajmeresztő pillanatokat a gyermeklelkű játékosoknak. Ehhez elég egyetlen szobrot felkutatni, ami egyébként Viktória királynőt ábrázolja. A szépen kidolgozott kőszobor első ránézésre egyáltalán nem félelmetes, sőt, lefogadom, hogy sokan akár hosszú perceket is eltölthetnek azzal, hogy rendesen szemügyre veszik. A gondok ott kezdődnek, amikor a szobor akar minket szemügyre venni. Egy rettentően creepy easter eggnek köszönhetően onnantól kezdve, hogy megtaláljuk Viktória királynő szobrát, az lerázhatatlanná válik. Arra fordul, amerre mi megyünk, még helyváltoztatásra is képes, ha levesszük róla a szemünket. Ilyenkor kár, hogy nincs valami beszervezhető papkarakter a játékban, aki valahogy segítene megnyugtatni és levenni az átkot, amíg ki nem jutunk az útvesztőből. A Fable sorozat igazi szerepjáték csemege. Az első játék hatalmas kedvencünk volt, de természetesen a többi megjelenéssel is játszottunk, amikor lehetőségünk engedte. Volt is szerencsénk első kézből megtapasztalni a listánkra felkerülő easter egg féleséget, ami még most is felvillan legrosszabb rémálmainkban. A különféle szerepjátékokban az ember szereti beleásni magát a mellékküldetésekbe, érdekes tárgyutalmakat remélve. Nem volt ez más, hogy a Fable 2 esetében sem, amikor egy démoni Bloodstone kaput kellett kinyitni. Várható volt, hogy valami értékes bújik majd meg a túloldalon, ezért is volt nagy szó, amikor ráébredtünk, hogy a tökéletes fúria szólam kinyitja a portált. Egy megnyugtató, szívmelengető havas táj kerül a kapu túloldalán hősünk elé, egy kis ösvény végén pedig egy kellemes kunyhó található, aminek fényei aranyba borítják az azt körülvevő fákat. A házból áradó meleget már a játékosok is érzik az arcukon, talán ezért is döv szíven annyira a pillanat, amikor átlépjük a küszöböt. Like, wow. Egy lelkünkig hatoló, sikításra hajazó hang szakítja meg a meghitt pillanatot, a kunyhó pedig egy szemvillanás alatt egy kiégett, sötét viskóvá változik. A berendezésen marad a régi, kínzáshoz használt vasszűz bukkan fel a nappaliban, mi játékosok pedig várhatjuk a végzetünk. A hatalmas jumpscare-t szerencsére semmi sem követi. Ha felsétálunk a lépcsőn, találunk egy fekete ládát, amiben a Master Longsword pihen. Megkaptuk, amiért jöttünk, de meg kihortunk egy szívinfarktust lábon. Hát köszi szépen, Mr. Mollinyi, köszi szépen. Kevés legendásabb címet találni a Half-Life 2-nél, már csak azért is, mert elnyűhetetlen mém az interneten a harmadik rész érkezése. Vagyis hát mármint, hogy a nem megérkezése. A Valve nagy sikerű FPS-e korszakot teremtett, és nem csak minőségi sztorival vagy játékmenetével. A fejlesztők imádhatták a projektet, ugyanis temérdek érdekes apróságot rejtettek el a színfalak mögött. Volt ezek között jópofa easter egg, ami például fejet hajtott a Super Mario szériának, de meg a videónk témájába illő meglehetősen hátborzongató is. Utóbbit ráadásul pont a játék leggroteszkebb alakai produkálják. Vannak ezek a zombiszerű, headcrabek által irányított ember maradványok, amik furcsa, szörcsögő hangot adnak ki. Az ember azt hinné, hogy ez csak a gusztustalan szimbiózis utóhatása, ám ennél több mindent rejtettek el mögé a fejlesztők. Ha visszafelé játsszuk le a hangot, a help, vagyis segítség szó hallható, ezzel is érzékeltetve az emberek agóniáját. És tényleg azt teszi ezt hátborzongatóvá, hogyha ezt a gondolatot ízlelgetjük egy darabig. Ha odabent valaki segítségért kiált, az azt jelenti, hogy megőrizte az elméjét. Tudatában van annak legalább nagyjából, hogy mi történik vele, és megmentésért kiált. De nyilván a headcrabet nem lehet róla leoperálni, szóval az egyetlen feloldozás, ha lelőjük. Na, hát ez a gondolat menjen a fejedben, amikor mostantól Half-Life 2-zől. A Cuphead egy stílusos run and gun indie játék, ami még 2017-ben látott napvilágot. A játék egyik erőssége, hogy multiban is játszható, így az izzasztóan nehéz gameplay akár még szórakoztató is lehet. És míg a látvány a kedves, aranyos régi idők rajzfilmjeire hajaz, azért a Cuphead története közel sem szivárványos. Tel is tele van ártó, gonosz lényekkel, a body morphing, vagyis a testátalakítás, amit a legtöbb boss művel, pedig igencsak régi horror elem. Már önmagában creepy a játék, arról nem is beszél, hogy milyen nehéz, így adva a kérdés, hogy mégis milyen para easter egg tud kiemelkedni. Mint kiderült, a forrásfájlok piszkálgatása közben már a zenék is sötét információt hordoznak magukban. A Don't Make a Deal with the Devil dal, bizonyos források szerint a You Pay the Price dal ördögi képeket rajzol ki az ajtérképen. Fogalmunk sincs, hogy az ilyesmit honnan vagy hogyan veszi észre egy adatbányász, de az biztos, hogy rettentően hátborzongató jelenségről van szó. A Life is Strange egy, ahogyan a neve is sugallja, meglehetősen furcsa a játék. Az epizódikus felosztásokban elmesélt történeteket a Square Enix Enix fejlesztette és dobta piacra, és az első rész nagy sikere után borítékolható volt egy folytatás érkezése is. A széria második része 2018-ban látott napvilágot, ami meglepő módon szám szerint a harmadik installációja volt a Life is Strange sorozatnak. Ekkor már 5 éves volt a Naughty Dog legendás játéka, a The Last of Us, így nem csoda, hogy a Square Enix is fejet hajtott nekik. Az viszont már más kérdés, hogy hogyan tette ezt. A The Life is Strange 2-ben van egy jelenet, amikor a főszereplőink furcsa gombafajtára bukkanak egy erdőben. Az élőlény megvizsgálása után annyiban maradnak, hogy nem tudják pontosan, milyen gomba pihen a fán, jobb lett volna odafigyelni biológia órán. Looks like a clicker. Creepy. Stop it. Mindezt persze a The Last of Us legfélelmetesebb lényeinek, a klikkereknek a hangján teszi ezt Sean. Daniel az öcse csak nevet ezen, ám ránk, sokat megért gémerekre más hatással van a történet. Akarva akaratlan látjuk a jövőt, hogy igazából a The Last of Us a Life is Strange 2 folytatása, és ezek után könnyen lehet, hogy az apokalipszist pont a Diaz testvére keresztik majd rá az emberiségre, mert megbolygattak egy ismeretlen gombafajt, miközben az erdőben sétáltak. A klikkerek pedig csak az alfa példány hangját utánozták. De mielőtt rátérnénk az első helyezetre, a legijesztőbb Call of Duty easter egg-re, szeretnénk egy másik dologról beszélni. Mégpedig arról, hogy az analitika szerint a néző több mint fele még nincs feliratkozó a csatornánkra. Nagyon örülünk nektek, és hogy ilyen sokan itt vagytok, és csak annyit szeretnénk kérni, hogyha tetszik az, amit csinálunk, és szeretitek nézni a videóinkat, akkor segítsetek minket egy feliratkozással, tényleg többet számít, mint gondolnátok. Köszönjük! A science fiction alkotások, legyenek ezek könyvek, filmek, játékok vagy bármi hasonló, sokszor építenek arra a bogyodalomra, hogy az emberek alkotta mesterséges intelligencia végül az emberiség ellen fordul. Na de azzal senki se számolt, hogy ez a Call of Duty-ban bukkan majd fel. A Black Ops 3 Mannequin Attack easter egg-je ugyanis bizonyítja, hogy ez mennyire félelmetes is tud lenni. A játékban felbukkan a széria legendás mapja, a Nuketown. Ez ugye még eredetileg a legelső Black Ops-ban bukkant fel, és a nevadai sivatag amúgy nagyon is valós atombomba tesztekhez használt műkert városának hangulatát idézi. Ahogy ugye anno az igazi tesztek során, itt is a pályán rengeteg próbababát helyeztek el, és ezzel az egésszel azt akarták tesztelni, hogyan reagálna egy átlagos amerikai kertváros arra, ha a közvetlen közelében atombombát dobnának. Ilyen városban járt Indiana Jones és a filmsorozat nem létező negyedik részében. Na és hát azt hiszem, ha ismeritek a mapot, nem kell nagyon magyarázni, mennyire ikonikus lett az elrendezés, és egybefort elsősorban a Black Ops szériával, de úgy általánosságban a Call of Duty-val is, és rendre felbukkant a későbbi részekben, ám minden verzióban egy kicsit átalakított kinézettel. Na a Black Ops 3-as verzió megint csak egy túl steril, túl letisztult kertvárost mutat, csak épp ezúttal, tekintve, hogy a játék a 2060-as években játszódik, minden futurisztikus kinézetet kapott. Így persze a benne elhelyezett bábuk sem sima kirakati próbababák, hanem a töréstesztekből ismerős szenzorokkal telepakolt ilyen hófehér figurák. Na most ezek a fehér műemberek alapvetően veszélytelenek, viszont a szóban forgó easter-egg-nek köszönhetően custom game-ben gyilkológépekké változtathatjuk őket. Egészen pontosan zombikká, ugyanis a Call of Duty játékok szeretik az élő halottakat szerepeltetni, és mivel már van a játékban egy mesterséges intelligencia a zombikhoz, ezt lényegében csak a bábuk modellje mögé kell dobni. És hogy játékosként mit kell tenni? Csak szépen körbejárni a mapon, és az összes megtalálható bábut fejbe lőni 2 percen belül. Ha pedig ez sikerül, akkor... A végeredmény ezzel a steril robotokkal talán még hátborzongató, mintha egy sereg zombi üldözné az embert, az élőhalott animációk erre pedig csak rátesztek egy újabb lapáttal, pláne akkor, amikor már 15-20 gép rohan felénk. Melyik volt szerintetek a legfélelmetesebb a listáról? Esetleg van még olyan para easter egg, amit se ebbe, se az előző részben nem került bele, de szerintetek még parább? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ez linket találtuk a leírásban. Ha pedig nem akartok lemaradni az élő adásainkról, ahol rendszeresen nyerhettek értékes finomságokat, akkor nézzétek figyelmesen a csatornánkat, és dobjatok egy követést Twitch-en, mert ott is mennek néha a streamek. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.